Emlékek a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület elmúlt 45 évéből. A jubileumi évforduló alkalmából egész napos programot szerveztek. Hát ez egy nagyon összetett, komplex nap a mai. Ezt kezdtük egy szakmai tanácskozással, mégpedig ezt egy regionális tanácskozásnak szántuk. Tolna, Somogy, Baranya, illetve Bács-Kiskun megye néptáncpedagógusai vannak jelen ezen a szakmai továbbképzésen, és jeles szakembereket sikerült megnyerni a továbbképzésre. Somogy megyéből Horváth Tibor, Zóka Éva, aztán a Magyar Táncművészeti Egyetemről Lévai Péter adjunktus úr, aki itt a hagyományőrző együtteseknek a vezetőit képezte, illetve szakmai tanácsokkal látta el. Csúcspont az pedig most lesz az Egyesület 45 éves jubileumi műsora, amelyre a környék csoportjait szeretettel hívtuk és vártuk, ugyanis olyan baráti szálak kötnek minket ezekhez a csoportokhoz, amelyek azt indukálták, hogy mindnyájan együtt ünnepeljük ezt a 45 évet. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület 1976-ban alakult, a csoport jelenleg 40 tagot számlál. Mindenképpen ismerni kell a múltunkat ahhoz, hogy egy jövőbe vetett képet tudjunk magunk elé állítani, és ezért mindenképpen célunk az, hogy itt a Bogyiszlón élő gyerekek is meg tudják ismerni a saját szüleik, nagyszüleik táncát, és ezt tovább tudják éltetni. Nagyon sok fiatal van, a gyermek, illetve utánpótlás csoport is már több mint 28 fővel működik, illetve hát a nagy együttesben is nagyon sokan dolgozunk így együtt. Az utánpótlás csoportból számos aranyminősítéssel gazdagodtunk már, ezüstminősítéssel, nagyon büszkék vagyunk a gyerekeinkre, illetve hát ahová hívnak, a környékbeli településekre és születi napokra, felvonulásokra, bárhova szívesen megyünk. Most a legutolsó nagy rendezvényünk az a pécsváradi leányvásár volt, ahol képviseltük a falunkat. Hát arra vagyunk nagyon büszkék, hogy sokan vagyunk, és ez azt indukálja, hogy ez a szépséges bogyiszlói kultúra, ez nem fog kiveszni, hanem tovább fog élni, és a gyerekek tovább fogják éltetni a hagyományt. Különleges adottság az, hogy mi se nem vagyunk sárköziek, se nem vagyunk palocsai sárköziek, mi egy különleges helyen vagyunk itt a Duna és a vizek ürelésében, és hasonló, de mindegyiktől eltérő népzenénk, népviseletünk van. Nyilván ezért is nem véletlenül kapta meg a település 2014-ben a Tiszta Forrás település címet, mint a Néprajzi Múzeum, a Zeneművészeti Intézet és a Magyar Művészeti Akadémia alapított, és minden évben 4 ilyen díjat adnak ki, ha jól tudom, ez most is van. Mi ezt megkaptuk, nyilván ez a mi őseinknek az érdeme, és azoknak is az érdeme, akik ma is működtetik és élővé teszik ezt a hagyományőrzést, tehát maga az Egyesület és a zenekar, és mindenki, aki bármit ehhez hozzátesz. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Isten éltesse a Bogyiszlót, és hát kívánom, hogy minél többen éljük meg ezt a bogyiszlói hagyományoknak a tiszteletét és ennek az életérzését. Én mindig nagyon nagy örömmel vagyok itt, és ezeket a hagyományoknak, ezeknek a rendezvénynek vagyok az aktív részese, úgyhogy ezen 45 éves jubileum alkalmával
boldog születésnapot kívánok, köszönet és hála mindenkinek a munkájára, és akik itt vannak a rendezvényen, vagy akik itt vannak Bogyisztón, mindenkinek jó egészséget kívánok, és a Jóisten áldását, hiszen Bogyisztó sok mindent túlélt, és Bogyisztó sok mindent túl is fog még élni, és ez a település mindig büszke lesz arra, amit az elődök ráhagytak, és a jelenben is megvan mindenkinek a történelmi felelőssége, hiszen ma már holnap történelem lesz, és a ma esti jubileumi ünnepség holnap már a történelem része lesz, és mindannyian, akik itt vagyunk, ez a történelemhez hozzá is tudunk egy kicsit járulni, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt vagyok, köszönet és hála az Egyesület valamennyi tagjának, a vezetőinek a munkájáért, köszönet a településnek, hogy támogatja az Egyesületet, illetve köszönet bogyiszói valamennyi lakójának. Isten éltesse Bogyiszót!